Hosszas tologatás, halogatás után végre a filmvásznon is kezdetét vette a Marvel filmes univerzumának negyedik fázisa. A sorozatok már peregnek ezerrel, most pedig ScarJo is megkapta a saját, önálló filmjét, amely valójában a polgárháború és a végtelen háború között helyezkedik el, és csak a stáblista után mutat előrefele, igazából egy kitérő, egy mellékküldetés, egy átvezető kaland. De ez baj lenne, vagy ettől függetlenül szuper minden? Nézzük, hogy milyen. Mielőtt azonban szétrúgnánk pár segget, lenne még egy apró kérésem. Amennyiben tetszett a tartalom, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és nyomj egy nagy lájkot erre a videóra. A történet tehát Natasha bujkálásának egy rövid időszakát mutatja be, ahol szembesülnie kell a múlttal, hogy aztán le is számoljon vele. A kezdőképsorok alatt azért kapunk némi flashbacket az özvegy fiatal korából, és itt meg is jegyezném, hogy a felütés roppant hatásos, ráadásul a film végén néhány motívum vissza is köszön majd innen. Aztán az intro is igen brutális. Pazar zeneválasztás, bevágások a kiképzésről, rohadt stílusos, egyszerűen ütős, hidegrázós a cucc. Aztán ugrunk az időben, Natasha éppen bujkál, de nem marad sokáig észrevétlen, hamarosan a Marvel egyik ikonikus gonosztevő ered a nyomába, kiképző személyében. Őt pedig egy régi gonosztevő küldte Romanov nyomába, aki jelenleg is úgymond gyártja az özvegyeket, akik befolyásolják a világ sorsának alakulását. Mindez persze egyetlen kínzásokkal, manipulációval és mostanra agykontrollal érik el, ám létezik egy ellenszer, amellyel felszabadíthatóak lennének ezek a nők. Nos, a fogócska megindul, a vége pedig nyilván happy end, fordulatokra ne igen számítsatok, meg ez az alapsztori is olyan ásítgatós, igen, lehetett volna erősebb. Ez tipikusan egy olyan mozi, amelyet végigélveztem, és csak mikor vettem a végén egy mély levegőt, akkor érzékeltem, hogy bőven van hiányérzetem. A Marvel féle humor most jócskán vissza lett szorítva, sokkal kevesebbet kapunk, de azok zömében legalább működnek, és kevésbé bugyuták, a vörösőr karaktere pedig konkrétan aranyat ér, igazán belevaló comic relief. Őt még visszatapsolnám, de jelen a mókás, olykor kicsit önreflexív, fanyar humor világa is ült. Az akciók szokás szerint fantasztikusak, látványra mindenképp, a képvilágot zabálni lehet a nagyvásznon, legyen szó a természetes tájakról, vagy a budapesti látképről, amelyben egy picit mindenki büszkén, otthonosan érezheti magát. Ráadásul azt is megtudjuk, hogy kell helyesen kiejteni. Köszi Marvel! A Disney locsolta a pénzt, a CGI-ra itt sincs panasz. A hangulat icipicit kémthrilleres, és számomra a Vörös Veréb című könyvet vagy filmet is megidézi, csak kevesebb beépülés és több haddelhad. A trailerből is le lehetett venni, hogy itt nem cica harcra kell készülni, hanem igazi tökös bunyókra, csak tökök nélkül, mert hogy többnyire csajok. Na mindegy, túlmagyarázom, de az a verekedés a budapesti házban baromi kemény, az ember néha felsziszen egy-két nyakleves láttán, de akadt több jó harc is, többnyire kiképző ellen. Viszont sokat rángott a kamera, és elég rendesen szét volt vagdosva az ilyen jelenetek zöme, ez pedig Levi nem csípi. Ja, és nem elhanyagolható, hogy idehaza 16-os karikát kapott, van is eltörő csukló, meg orr, és egész sok vér, persze még mindig nem indokolatlanul sok, de érezhetően ez a Marvel eddigi legbevállalósabb, legdurvább alkotása, nem hiába pletykálták évekig, hogy az R-be sorolást is megkaphatja. Ezek alapján akár lehetett volna az is. Számomra csak a lezáró nagy fájt volt már kicsit sok, túl hosszúra nyúlik és érződik, hogy a csihipuhin felül itt már sok babér nem terem, inkább csak vártam a lezárást. Számomra ez a családvonal volt igazán szerethető a filmben, ahogy újra összejönnek a karakterek, és bár csupán életük egy kis szeletében éltek együtt, valahogy mégis működik. Ennél a résznél a legjobbak a dialógusok, végre kicsit beszélgetnek, megismerhetjük az érzéseiket. De sajnos nem túl mélyrehatóan, ugyanis inkább rohanunk az egyik látványos akciójelenetből a másikba. Apropó, lesz számstáblistás jelenet is, nyilván rögtön kettő, egy előtte, egy utána. A vége kicsit előremutat, ráadásul egy Disney Plus soriból ismerős karakter is tiszteletét teszi. De mindenkit el kell szomorítanom. A sokat pletykált Tony Stark cameo jelenet sajnos elmarad. Hiába számítottunk rá. És nem lesz ebből trilógia sem, hiába volt ez a Fekete Özv 1, nem jön a Fekete Özv 2. Beszéljünk egy kicsit a színészekről. Scarlett Johansson már mindent kihozott a karakteréből az elmúlt években, amit tudott, ezért érezhetően ez már csak egy jutalomjáték a számára, ám a kemény nézésen kívül nem sokat tesz hozzá, hogy maradandó búcsú legyen. Az már megvolt a végjátékban. Mindenesetre az operatőr és a rendező figyeltek rá, hogy jó pár jelenetben csak derék alatt vegyék, ahogy sétál, na szóval volt egy különösebb kamera. Johanssonnak nem fog ártani, hogy továbbáll, és inkább olyan fantasztikus darabokban bontakozhat ki, mint a Jojo Nyuszi vagy a házassági történet, melyekért Oscar nominációt is kapott. Ő egy fantasztikus színésznő, csupán a szuperhős szerep szűk már számára. Florence Pugh-ra folyamatosan lövöldöztek, így hogy piu piu. Na, ő viszont berobbant a műfajban, és nagyon kellett a vérfrissítés, a Fehér Éjszakák és a Kisasszonyok sztárja még itt is képes egy üde színfolt lenni, tehetsége megkérdőjelezhetetlen, ráborítja az asztalt a megfáradt ScarJo-ra. Ő több mint valószínű, hogy átveszi a stafétát, remek kezekben a szerep, sok ilyen castingot még, várom, hogy tündököljön. Rachel Weisz nem volt semmi extra, hozta a mostanában megszokott, kicsit visszafogottabb vonalat, de egyébként kitűnően belesimult a családba. David Harbour viszont végre egy kicsit ki tudott tűnni a tömegből, a Stranger Things sztárja és az újkori Hellboy rendkívül szórakoztatóan teszi a dolgát. Végre magára talált. Az ilyen vérmérsékletű szerepben igazán lubickol.
Mondom, jöjjön még egy körre. Ez egy nekivaró szuperhős szerep, nem úgy, mint a Hellboy. Nos, ennyi. A Fekete Özvegy nem az MCU eddigi legjobb darabja. Kicsit kötelező, felesleges körbenyomását kelti, de ettől még egy kellemes 2,5 óra. Jó Natasha múltját kicsit jobban megismerni, az új karakterek szórakoztatóak, a színész választás szinte hibátlan, Budapestet látni mindig öröm. Az úzás stílusos, a kicsit brutálisabb megoldások jól állnak, viszont kevesebb rángás és vágás belefért volna. A visszafogottabb humor remek, az alapsztori viszont olyan bagatell, hogy a dráma sehogy sem tud végül kiteljesedni. Akadnak ügyes megoldások, de lehetett volna ezekből több, és lehetett volna jobb a végeredmény. Majd a következő filmmel indul rendesen a negyedik fázis. Nem sokára újra Tali, addig is mindenkinek jó filmezést, mozizást kívánok. Levi out. Sziasztok!